Győrben a Kantarosz Gála civil összefogás jótékonysági koncertjének és borárverésének jóvoltából, eddig a Nyúlközségben található Márton lakóotthonban és a Mindszentpusztai autista otthonban sikerült korszerűsíteni a fűtést. Ezekkel a beruházásokkal jelentősen csökkenhet a költségük, amellett, hogy környezetbarát megoldások is születtek. Nagy segítséggel épülnek autista otthonok országszerte, de a benne lakók mindennapjai bizony költségesek, és nem mindig látványos cél a jótékonykodóknak kifizetni a fűtésszámlát, vagy csak úgy pénzt adományozni. Ez ma a legfőbb gond az autistákkal foglalkozók számára. A legnagyobb segítség az mindig a pénzadomány, és pontosan azért, mert most már egyre kevesebb pénzadományt kapunk, és mivel nagyon magas a gázszámlánk, ezért arra gondoltunk, hogy szeretnénk a fűtéskorszerűsítést megvalósítani, és ezt csak így tudtuk, hogyha önöktől ajándékképpen megkapjuk ezt az összeget, és kivitelezni tudjuk a vegyes tüzelésű kazán létrehozását. Éves szinten ennek a lakóotthonnak a fűtési költsége több mint 1,5 millió forint, és ezzel az új kazánnal 50% spórolást méghez tudunk hajtani, úgyhogy ez egy nagyon nagy segítség nekünk, mert nagyon kevés pénzből gazdálkodunk. A megtakarított pénz így a napi élet színesítését segíti az autista fiatalok számára, akikről tudni kell, gyönyörű dolgokra képesek. A Márton lakóotthonban színes dísztárgyak készülnek, Mindszentpusztán pedig csodás gazdaságot alakítottak ki az autista fiatalok.